2017. április 24-én ezeket a híreket fogjuk megvizsgálni, érdekesnek tartottam, bár igazából ugyanaz ismétlődik nap-nap után, hazugság hazugságot követ, és a színház folytatódik, de érdekes az, ahogyan a szálakat mozgatják azok, akik irányítják és uralják ezt a világot. Észak-Korea ugye továbbra is fenyeget különböző nukleáris csapásokkal, aki még esetleg nem tudja, vagy nem barátkozott meg a gondolattal, mint a nukleáris fegyverzet, mint Észak-Korea, egy hoax, egy hazugság. Észak-Koreának az egyetlen feladata az, hogy azt csinálja, amit csinál, félelmet keltsen a világban, és az ázsiai régiót felbojdítsa, és előkészítse arra a háborúra, ami következik. Észak-Korea egy hazugság, de a legnevetségesebb eleme talán ez a karakter. Azonban minden fénykép, minden videó, hihetetlen, hogy az emberek hogy nem látják azt, hogy ez nem más, mint propaganda tulajdonképpen. Ezúttal Ausztráliát fenyegeti Észak-Korea, teljesen mindegy, ugyanazt csinálja mindig, és csak fenyeget különböző csapásokkal. 2 hete még nem volt nukleáris fegyvere, 2 hete még arról volt szó, hogy 3-4 év múlva lesz, most meg már azzal fenyeget. Az emberek teljesen elvesztették a kapcsolatot a valósággal, és elhisznek mindent, amit a hírekben olvasnak. Ha már itt tartunk, hogy hazugság és hoax, akkor mindenképp meg kell néznünk a napot, hiszen ez az egyik legnagyobb hazugság. Ezek a dolgok, hogy lyuk keletkezett a napon, meg napkitörés, meg napszél, meg majd a nap kihűl, leáll, felmelegszik, felrobban. Ezek szánalmas dolgok. És a probléma az, hogy a célja ugyanaz, mint ami Észak-Koreának, hogy az embereket félelemben tartsa. Mivel az embereknek fogalmuk sincs a valóságról, így minden, ami a színházból érkezik számukra, a való világgal egyenlő. És témát ad arra, hogy erről beszéljenek aztán, és közben azt gondolják, hogy ők ébren vannak. Erre egy nagyszerű példa ez a nap dolog. Minden, ami a médiából, a tudományból, az oktatásból és a politikából áramlik, az a propaganda része. Egyetlen célja a programozás. Ha a számunkra hasznos információ lenne, akkor nem közölnék velünk. Ez a lényeg. Ami a hírekben van, azért van ott, mert ők azt akarják, hogy ott legyen, különben nem lenne ott. Ha igaz lenne, akkor nem lenne ott. Minek mondanák el az igazságot, mikor egész egyszerűen hazudni is tudnak, és ezt is csinálják. Csak szerintem elsőre ez túl sok az embereknek, hogy ezt megértsék, hogy minden hazugság, amit a világról megtudtunk. És ha ez megvan onnantól kezdve, elég egyszerű az élet. Ahogy mondtam, hazugság hazugságot követ, és hoax, hoax hátán a hírekben. A másik dolog ez, ami történik, azok a különböző jelek, amiket az emberek az égen látnak, még ha igaz is lenne ez a fénykép, akkor is szerintem biztosan rendelkezésükre áll a technológia, hogy ezt megvalósítsák. Nem véletlen az a sprézis, ami állandóan megy a chemtrail-lel, illetve a HARP segítségével. Ezt valószínűleg ők létre tudják hozni. Pontosan ez a lényege, hogy az embereket felkészítsék arra, ami következik, illetve hogy valamilyen formában eltereljék a figyelmüket arról, ami az igazság. Mindaddig, amíg az ember ilyenekkel foglalkozik, hogy ez egy kéz, vagy egy akármi az égen, és hogy ez Isten keze, vagy sem, addig nem képes koncentrálni arra, hogy mi a valóság, miért, hogy ez miért van ott. Ha az egész világ elhagyta azt, amit a teremtő parancsolt, akkor minek beszélnek róla, minek gondolják, hogy ő foglalkozik velünk. De igazából a lényeg az, hogy az emberek elhisznek mindent, és ezt valóságnak vélik, ami a színházban történik. Ha már itt tartunk, akkor még annyit gyorsan, hogy a Facebookon minden szombaton este 8-tól élőben jelentkezik az Infobubble, és különböző témákat vitatunk meg. Többnyire az írás a téma, úgyhogy ezzel kapcsolatban, akit érdekel, csatlakozzon be minden szombaton este 8-tól. Politika, tudomány, oktatás,
egy hazugság, és a média szintén az egyetlen célja a propaganda és a tömegek irányítása, programozása, manipulálása. Mindazok, akik azt gondolják, hogy az elnökválasztás, vagy bármilyen választás, petíció, aláírás, tüntetés eredményes, vagy pedig eléri a célját, vagy nekünk van beleszólásunk az emért, hogy hogyan működik az úgynevezett demokrácia. Soha nem volt a népnek beleszólása, minek is lett volna, azok, akiknek hatalma volt, akiknél a pénz volt, mindig is azok irányították a világot, és most is így van. Az elnökválasztás nem más, mint egy kabaré, egy színház, és sajnálatos, hogy még mindig ennyi ember nem érti ezt, ami Franciaországban történik, az ékes bizonyítéka ennek, de nem csak az, ami történt Amerikában, vagy a Brexit-tel kapcsolatban, mindegyik csak és kizárólag azt a célt szolgálja, amit az úgynevezett elit akar, akik uralják és irányítják ezt a világot, az pedig az jelen pillanatban, hogy minél nagyobb káosz legyen, minél nagyobb feszültség legyen a különböző csoportokon belül, akik még hisznek a politikában, amit tulajdonképpen az emberiség nagy része, akik azt gondolják, hogy majd a rendszer biztosította elemek segítségével meg fogjuk tudni változtatni a rendszer. Ők azért ennyire nem ostobák, hogy megadják nekünk azokat az elemeket, amikkel le tudjuk őket győzni. Az pedig, hogy felébrednek az emberek, és azt hiszik, hogy ébren vannak, ennek ellenére részt vesznek ebben, az sajnálatos. Ők akarták, hogy a szélső jobb megerősödjön, hogy néhány év alatt minden országban megerősödött a szélső jobb, és ezek a dolgok nem tűnnek fel az embereknek, hogy mindenhol így van. Hollandiától elkezdve, ugye Amerikában mondhatjuk, hogy a Donald Trump által képviselt vonal az egy jobboldali, Marine Le Pen, ugyanígy Magyarországon, mindenhol máshol megerősödött, ugyanúgy, ahogy a Brexit-et megszavazták, ami egy nacionalista lépés, úgymond a politikában, hiszen függetlenné akart válni az ország, meg akart szabadulni a bevándorlóktól. És a másik oldalon ömlesztik be a bevándorlókat, és azok, akik ezt el akarják fogadni, szintén harcolnak, az pedig a bal oldal. Ez az egész egy nagy sakjátszma, és az emberek úgy ugrálnak, ahogyan ezek az emberek fütyülnek, és annak ellenére, hogy lebilincselő nézni, és kívülállóként szemlélni az eseményeket, borzasztó az, hogy az emberiség nagy része, annak ellenére, hogy az információ elérhető, még mindig részt vesz ebben a kabaréban. És ahogy mondtam, egyre lejjebb és lejjebb van is az emberek imádják ezt a színjátékot. Igazából a hírekre nem is szoktam fókuszálni, el sem olvasom, hogy őszinte legyek, a többségét, elég csak a főcímre ránézni, mert ez egész nevetséges, de ha ezt elolvasjuk, akkor szerintem érthető, hogy miről beszélek. Bíróság előtt tudom bizonyítani, hogy Orbán zsarolják az oroszok. Hát az ember azt várná, hogy a Duma színházban valaki ilyen dolgokkal álljon elő, és ezzel próbálja megnevettetni az embereket. Kit érdekel ez a dolog manapság? Ki az, aki ezzel tölti az idejét, hogy olvassa ezeket a bolondokat, ezeket az idiótákat, akik évtizedek óta itt vannak, egyszer ezen az oldalon, egyszer azon az oldalon, ugyanazt mondják, ugyanazt az ostoba dolgot mindvégig, és még mindig van, aki ezt olvassa. Ez a mocskolódás megy, mióta először és utoljára szavaztam 1998-ban. Akkor 18 évesen rájöttem arra, hogy ez az egész egy hazugság. Semmi értelme részt venni ebben az egészben, és azóta minden, ami történt, megerősítette ezt. Ennek ellenére az emberek még mindig olvassák ezt a szemetet, és még mindig úgy beszélnek róla, mintha ez számítana, vagy mintha ez lenne a valóság. Ezek az emberek a színfalak mögött, biztos vagyok benne, hogy pajtások, egymásnak adják a különböző üzleteket, meg intézik az egész törvényhozást úgy, hogy nekik jó legyen. Mit érdekli Gyurcsányt, hogy kifúrja Orbánt, vagy a másikat, vagy a harmadikat, mikor ők vannak hatalmon évtizedek óta. Ez az egyetlen dolog, amit fel kellene ismerni az embereknek, hogy ezek együtt dolgoznak, mindig is együtt dolgoznak, és mindig is együtt fognak. Aki bekerül ebbe, az vagy hasonul a rendszerhez, vagy a rendszer kiveti magából, és ezért néz ki úgy a világ, és ezért irányítják azok évezredek óta, akik irányítják.
Persze nem Gyurcsányra gondolok, de Magyarország szinten nyilván ő az. Megtalálhatjátok azt az interjút, ahol Soros György ezt mondta, úgyhogy ez a valóság, ő valóban ezt nyilatkozta. Ez a lényeg, ez az, amit próbálok mondani már hónapok óta. Nem érdekli őket, hogy megtudjuk az igazságot, mert tudják, hogy nem tudunk semmit csinálni. Egy, a rendszer felállt, a rendszer évtizedek óta működik. Addig, amíg mi mindannyian aludtunk, már ők ezt rég felépítették. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy akarják, hogy utáljuk a rendszert. Akarják, hogy az emberek azt higgyék, hogy felébredtek. Akarják, hogy az emberek azt higgyék, hogy meg tudják változtatni a rendszert. Ez a lényege. Nem mondanák el nekünk, ha nem akarnák, hogy tudjuk. És ez az, amit nem értenek meg az emberek. Soha nem tudnánk meg ezeket a dolgokat, ha ők nem akarnák. Nyilván kiszivárogna az információ az interneten, így vagy úgy, de az, hogy néhány ember, akit aztán összeesküvés elmélet hívőnek hívnak, mit beszél, az nem számít. A médiában nem lenne benne, a politikában nem lenne benne, ha ők nem azt akarnák, hogy benne legyen. Ez a két dolog, amit nem értenek meg az emberek. Ezt akarják, hogy ez legyen, hogy az emberek lázadjanak, hogy feszültség legyen, hogy fellázadjanak a rendszer ellen, hogy az utcára menjenek, hogy utálják egymást, a rendszert, mindenkit. Mert tudják pontosan, hogy ez a szellemiség le fogja rombolni a társadalmat előbb vagy utóbb. Ez az ő céljuk. Lerombolni a világot és újraépíteni. És előállni azzal, ami már rég működik, amit az új világrendnek hívunk. Nagyon egyszerű a képlet. Az emberek ugrálnak, ők fütyülnek. Amikor az ember az utcára megy, mikor részt vesz egy szavazáson, amikor elhiszi a tévé, a rádió, vagy azt, amit az iskolában mondanak, vagy amit a tudomány állít, akkor minden alkalommal részt vesz ebben a hazugságban, és ő is része a színjátéknak. Ha visszább lép egyet, és úgy szemléli az eseményeket, akkor fog rájönni arra, hogy mi is az, ami zajlik. Ezek az emberek az utcán, akik azt hiszik, hogy ők kitalálták, hogy Soros György áll ezek mögött a dolgok mögött, ezek meg ugyanolyan megtévesztett emberek, mint azok, akik olvassák, és azt mondják, hogy ó, ne, rájöttünk, hogy a Wikileaks kiszivárogtatta. Hogy is lehet ilyet gondolni, hogy bármi információ is kiszivárogtatható, ha ők ezt nem akarják? Ez a legnagyobb probléma. Azok az emberek, akik azt állítják, hogy ők ébren vannak, azok ugyanúgy alszanak, mint a többi, csak ők egy másik álmot álmodnak, az általában az ember. Ez a másik gyomorforgató dolog ez, hogy milyen a rezgése egy-egy embernek, vagy a földnek, vagy a környezetnek, vagy a fának, és ezzel harmóniába kerülni. Az emberek ilyen dolgokban hisznek, még ha van is ilyen, már pedig biztos van, de hát az, aki azt gondolja, hogy ő majd rááll erre a rezgésre, és megváltoztatja a világot, hát sajnálom, de kevés ennél ostobább gondolat van, és ez is egyre terjed az emberek között. Gondolom a New Age meg a spiritualitás az, ami terjeszti a jóga, meditáció és a tudatos mozgalom az, aminek a révén ez elterjedt. Ez a másik. Minden, amit népszerűsítenek a jogáról, találtok videót, igaz angol nyelvű, de szerintem nagyszerű, ugyanitt a csatornán, ha megnéztek, azt hiszem kettő van, mind a két részt. Az egész, az Egyesült Nemzetek az, aki a jóga mozgalmat terjeszti és promotálja az egész világon. Minden, amit ők terjesztenek, az rossz. Hiszen ez az, úgy értem, hogy rossz, hogy az emberre és a társadalomra nézve káros hosszú távon, különben nem csinálnák. Hát az az egész szervezet lényege. A nemzetközi összefogásnak az a lényege, az elit, a vezetők azért fogta össze, hogy odáig juttassák el a világot, ahol van. Nyilván az, amit ők terjesztenek, az nem lehet jó. Ez a rezonancia, meg hogy így rezeg, meg én így rezgek, meg pozitív vagyok, ez egy óriási ostobaság. És még egyszer mondom, azok, akik azt hiszik, hogy ébren vannak, azok, akik terjesztik ezeket az ostobaságot. Ez a Gotham Shield dolog, meg ez, amiről beszélnek itt, hogy 10 000 tonna nukleáris, akármi, a nukleáris energia az atombomba, egy hoax, egy hazugság, az egész ugyanolyan, mint az összes többi, amivel az embereket programozzák, mint az űrutazás, a napkitörés, vagy Észak-Korea. Az egésznek az a lényege, hogy félelmet keltsen a társadalomban, és irányítani tudják az egész nyájat arra, merre akarják. Kit érdekel,
hogy mit robbantanak fel, minek robbantanák fel egyébként, mikor ők is ugyanitt élnek. Szóval az egésznek igazából nincs sok értelme, de ha 10 000 tonna nukleáris akármit felrobbantanak, akkor hogyan lehetne élni tovább a Földön? Ki az, aki őszintén elhiszi ezt, hogy 10 000 tonna nukleáris anyagot fel lehet robbantani, és még utána lenne élet, ha az olyan lenne, mint amilyennek elmondják. Egy korábbi videóban megmutattam azt, hogy Csernobilban virágzik az élet, hiszen semmiféle sugárzás nem létezik. Az, hogy az emberek mit hisznek, mit tanulnak az iskolában, vagy mi az, amit gondolunk, vagy érzünk, az teljesen jelentéktelen. A lényeg az, hogy mi az, amit a józan ész diktál. De ez az, amit az emberek kezdenek elveszteni, ez a képesség, hogy azt szerint gondolkozzanak. És én nem azt mondom, hogy nem fognak bombát robbantani, vagy mit tudom én mit csinálni, hanem a lényeg az, hogy nukleáris energia és a sugárzás nem létezik. Teljesen mindegy, hogy hányan állítják, hogy az atomerőműbe voltak, meg itt dolgozik, meg ott, meg akármi. A lényeg az, hogy mi az, amit a józan ész diktál. Ha úgy lenne, ahogy van, és ők több ezret már felrobbantottak, belefolyt a tengerbe, a levegőbe, mindenhova, akkor még hogy élhetünk mindig itt? Nem győzöm hangsúlyozni. Azok, akik azt gondolják, hogy ők ébren vannak, és még mindig azt hiszik, hogy a politikában van valaki, aki a úgymond jó oldalon, aki a mi oldalunkon áll, azok csak egy másik álmot álmodnak. A politikában mindenki együtt dolgozik, különben nem kerülne oda. Hogy kerülhetne valaki elnöki pozícióba, kikerülve az egész új világrendet, és onnan aztán próbálná az egészet megfúrni. Teljesen nevetséges az egész ötlet. Az a lényeg, hogy a másik ez az Orwell meg a 84. Aki azt gondolja, hogy Orwell egy jós volt, vagy megjósolta az, hogy mi az, ami következik, az megint csak egy másik álomban él. Sajnos George Orwell ugyanúgy része volt a rendszernek, mint ahogyan már az kiderült Adolf Hitlertől Stalinig, mindenki más. Egészen vissza Pitagoraszig. Sajnos ez az igazság. Tetszik vagy sem, hihető vagy sem, ez a lényeg. Az egész történelem egy hazugság. A tudomány, a politika, a média, az oktatás azért jött létre, hogy ezt a hazugságot terjessze az emberek között. Orwell, Eric Blair ugyanúgy része volt a programnak, mint a másik, Aldous Huxley, aki ugye a szép új világot írta. Ők voltak azok, akik Nagy-Britanniában a Tavistock intézmény és a többi intézmény segítségével elindították azt a mozgalmat, ami később elvezetett odáig, hogy mi most azt hiszük, hogy milyen felvilágosultak, meg okosak, vagy ők találták ki a tudatmódosítószereknek a hatását, ők terjesztették el ezeket a gondolatokat. Csak utána kellene nézni. Ezek nem hősök, nem jósok, nem a mi oldalunkon álltak, nem figyelmeztettek, hanem programoztak ugyanúgy, ahogy ma is teszik minket. Nem lenne a műve ilyen híres, soha senki nem hallott volna, hogyha ő nem lenne része a rendszernek. Hogyan is hallhatnánk róla, ha ők nem akarnák? A könyvkiadók, a tévék, a filmgyárak, minden az ő kezükben van. Azt halljuk, amit ők akarnak. Ennyit Orwellről. A másik az, hogy itt arról van szó, hogy Roosevelt arra figyelmeztetett minket a titkos kormányra. Hát ő akkor hogy került oda, hogyha van egy titkos kormány, és ő ott volt? Ő csak így valahogy véletlenül bekúszott a hátsó ajtón? Mikor az amerikai elnököknek a több mint fele szabadkönyves volt, a másik fele meg az akart lenni. Ugyanarról az 5 egyetemről került ki mind, egymások testvérei, unokatestvérei, ő meg figyelmeztet minket. Ezek az emberek nem figyelmeztetnek minket, hanem programoznak, hogy azt higgyük, hogy tudjuk az igazságot, hogy kiderítettük, és majd valaki harcol érte. A hős, mint Putyin. Majd ő megment minket, majd ez megment, majd az, majd Hitler volt a hős. Majd most ez, majd az harcol értünk. Senki nem harcol értünk. Ezek közül meg főleg nem, akik már benne vannak az egészben. Ők csak egyszerűen előttünk járnak néhány lépéssel, és okosabbak, mint azok, akik azt hiszik, hogy ők ébren vannak és okosak. És megtévesztik az egész világot azzal, hogy ő az új világrend ellen beszél. Miközben Oroszország az egyik központja ennek az egésznek. A cárok,
az egész rendszer. Úgyhogy aki még mindig hisz a hősökben, meg abban, hogy majd valaki megment, meg majd az emberek felébrednek, az emberek egyik álomból zuhannak a másikba. Azért, mert elhiszik azt, ami a színpadon történik. Mert nem képesek hátralépni és úgy nézni az előadást, és rájönni, hogy ezek együtt rohangálnak a szabadkőműves ruhába George Bush-sal. Akkor hogy lehet az, hogy ők egymás ellen harcolnak? Hogy lehet az, hogy Oroszországnak a címerében a kétfejű sas megegyezik azzal, ami a Rothschild családnak a címere? Vagy az összes országnak a sas, a csillag, mindegyiknek ugyanazok a jelei. Azért, mert együtt dolgoznak, hogy létrehozzák az új világrendet. Az, hogy ki mit szerepel abban a műben, az egy másik kérdés. És persze ezek azok, akik azt mondják, hogy a chemtrail nem létezik. Meg hogy a HAARP az egy összeesküvés elmélet. Miközben olvassák a Népszavát és arról vitatkoznak, hogy Gyurcsány mit mond Orbánról, meg hogy Putyin megmenti a világot. És ezek az emberek, akik nem látják, nem látnak a szemüktől azt, hogy mi történik közben a világon. Ahogy mondtam már korábban számtalanszor, nagyszerű idézet George Carlintól, ez egy nagy klub, és te nem vagy benne. Aki még nem hallotta, ha nem felejtem el a linket, majd megosztom. Ez egy nagy klub, és egyikünk sincs benne. Ez az igazság. Aki azt hiszi, hogy ellentét van Szaúd-Arábia, vagy Amerika, vagy Irán és Amerika között, vagy bármelyik állam között, az nem érti, hogy hogy működik a rendszer. Ezek együtt játszanak, együtt dolgoznak azért, hogy megtévesszék az emberiséget. Mindig is ugyanazok uralták a világot, tetszik vagy sem, ugyanazok a családok, akik a kezdetekben magukhoz ragadták a hatalmat, azok, akik az ellenség irányításával uralják a világot, és véghez viszik az ő tervét. Ezért nem értik meg az emberek, mert nem hisznek semmiben, csak önmagukban, meg az univerzum rezgéseiben, meg abban, hogy majd a hősök megmentik őket. Ezzel szeretném befejezni, ez a Zika-ról szól. Zika egy hoax, egy hazugság, ugyanúgy, mint az AIDS, ugyanúgy, mint a rák, vagy az összes többi. Ők találták ki, ők hozták létre, ők terjesztik el. Én nem mondom azt, hogy az emberek nem halnak meg benne. Én azt mondom, hogy az alternatív kezelésekkel sokkal jobb eredményt el lehet érni, mint a hagyományos hentes munkával, meg mérgezéssel, meg égetéssel. Akár a rák esetében, az összes többi esetében is. Általában az emberek kezelésbe halnak meg, aki még ezt nem tudja, nézzen utána, az egész egy hazugság. Minden, ami áramlik a médiából, a tudományból, az oktatásból és a politikából, ugyanúgy az orvostudományból. Ki az, aki azt gondolja, hogy egy 1400 milliárd dolláros üzlet, ami a gyógyszeripar vagy az orvostudomány, külön-külön ennyi, az azon dolgozik, hogy kevesebb ügyfele legyen, meg egészségesebb társadalom, mikor folyamatosan romlik. Persze az emberek lehet, hogy többet élnek, azonban az emberek sokkal nagyobb százalékát töltik az életüknek gyógyszereket szedve, meg kezelésekre járnak, mint eddig valaha. És ez annak az eredménye, hogy ők kitalálják, elterjesztik, és aztán felajánlják a kezelési módszert a különböző dolgokra. Azonban szerintem Zika egy lépéssel tovább megy, és az egész egy hoax, egy hazugság. Soha senki nem látott. Mi néhány száz ember meghalt, többen halnak meg influenzába. Ennek ellenére ettől retteg a világ már évek óta, hogy ez lesz, vagy az lesz. Arról nem beszélve, hogy ha a Fox News-on ez megy, akkor biztos, hogy egy hazugság. Remélem, hogy érthető mindenki számára az, ami az üzenet. A világ egy színpad, egy hazugság. Az, ami a szemünk előtt zajlik, az az egész olyan, mint a pankráció. Egy hazugság. Előre meg van rendezve, az emberek pedig élvezik azért, mert fogalmuk sincs arról, hogy mi történik, vagy nem érdekli őket, vagy nem képesek felfogni. Úgyhogy ennyit erről egyelőre, és mindenkinek a legjobbakat. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, és egyre többen felébrednek, és látni fogják azt, ami az igazság. Az pedig az, hogy az ellenség megtévesztett mindenkit, és közel van a nap, amikor ez egyértelművé fog válni. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt,
Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!